Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Horosvári Zsolt vagyok, egy apuka, aki a gyermeke látogatásakor belebotlott néhány anyukával a földön. És hazafele úton ez nagyon bántott, bosszantott engem. Ezért otthon a barátaimmal meg is beszéltük, hogy mi ezt a problémát valahogy gyorsan megoldjuk. Veszünk pár ágyat, bevisszük, odaadjuk, ügy kész, ügy lezárva. Hát, nem így történt. Ahogy gondolhatjátok, hazaértem, az akció elindult, nekiálltunk ágyakat vásárolni, és aztán a Facebookon egyszer csak azt vettem észre, hogy az elmúlt 20 évnek ez lehetett a trendi vonala, mert az ország összes pontjáról érkeztek hozzám különböző információk és különböző adatok, hogy ott is ez a baj, itt is ez a baj. Az adományozók szerencsére egyre több pénzt utaltak nekünk, ezért lehetőség nyílt arra, hogy kinyissuk ezt az akciót és országos szinten megpróbáljuk rendszer szinten rendezni ezt a problémát. Az a szabadság, ami a rendelkezésünkre állt, hogy bármikor változtathattunk, bármikor kommunikációba változtathattunk, irányokba változtathattunk, az egy olyan óriási előnyt biztosított számunkra a jelenlegi rendszerrel szemben, amit mi ki is használtunk maximálisan. Tehát ebben az esetben a szabadság nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt, hogy tudjunk lépni, tudjunk mozdulni. Amikor aztán az akció beindult, mert csatlakoztak hozzám alapítványok, csatlakoztak az ügyhöz egyének is, természetesen jöttek az ellenlábasok és jöttek az ellenállások. De ezt szintén ezekkel az eszközökkel le tudtunk győzni. Egymásba kapaszkodtunk, egymásba karoltunk, egymás ötleteit felülelve, különböző variációkat kidolgozva, ezt a monumentális rendszert simán ki tudtuk játszani, és ezért eredményt értünk el, le tudtuk juttatni az ágyakat, hol így, hol úgy. Így a végén engedjétek meg, hogy megköszönjem annak a rengeteg embernek, aki összefogott, aki pénzt adott, aki segített, aki alkalmanként időt, energiát nem bánva minden egyes akcióban részt vett. És nagyon, nagyon fontos számomra az, hogy megköszönjem nekik azt, higgyétek el, több százan, több ezeren voltak, hogy meghagyták nekem azt a szabadságot, hogy a saját logikám mentén, kitalálva a lépésről lépésre, hogy mit, hogyan kell csinálnunk, és hogyan fogunk célt elérni, ezt meghagyták nekem. Hűtársam és segítőm volt Almádi Zsuzsanna, aki az Anyák és Anyákért Alapítványnak a vezetője, végig támogatott, és végig megengedte azt, hogy az én logikám mentén haladjunk. Köszönöm, Zsuzsanna!